Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, ha péntek, akkor ismét weekend. A mai adásban kiállítást és egy halloweeni programot ajánlunk a figyelmükbe, utóbbihoz pedig akár sminktippeket is adunk. Előtte azonban egy autóversenyről lesz szó. Most szombaton egy 24 órás verseny veszi kezdetét Nyírádon, ahol a nyíregyházi Bánki Autó tím is megméretteti magát. Stábunk ott járt az autó felkészítésekor. A nyírádi 24 órás versenyre szeretnénk készülni. Ez az iskolánknak a versenyautója. Az autós munkaközösségünknek egy régóta dédelgetett vágyálma volt, hogy létrehozzunk egy olyan projektet, ami szakkör keretében tanárt és diákot egyaránt munkára sarkal. Úgy gondoltuk autós iskolaként, hogy semmi nem lehet az, ami ennyire különleges, mint egy versenyautó építése, és ezzel egy nemzetközi versenyen való megmérettetése, mint magunknak, mint a diákjainknak. Mikor kezdtétek ezt a felkészülést, és mit tartalmazott ez a folyamat? Igazából a felkészülés az körülbelül 5. hónapja tart, de ezt a koronavírus helyzet, ezt ugye sajnos derékba törte, mert a karantén miatt a diákok nem voltak itt az iskolában, mi próbáltunk vele haladni, de nem volt természetesen ugyanolyan, így lóhalálába történik ez a felkészítés, az elmúlt néhány hetek munkáját láthatjuk most. Beszéljünk egy picit magáról a versenyről. Hol fog ez zajlani, hogyan fog kinézni? A verseny az tulajdonképpen Dunántúlon, egy Nyírád nevű településen zajlódik. Ez egy 24 óráig tartó intenzív megmérettetés, mely tanárt is, diákot is, versenyautót is egyaránt munkára sarkal, egyaránt kitartásra, munkára, és ez egy hatalmas nagy megmérettetés. A pálya karakterisztikájáról tudni kell, hogy nagyon, nagyon nehéz, rengeteg buktatója van és rettentően veszélyes. A mezőnyről pedig azt érdemes tudni, hogy javarészt külföldiek, osztrákok, németek, németajkú emberek, akik tőkeerős csapattal is nagyon-nagyon komoly technikával szállnak versenybe. Volt már ilyen verseny itt a környéken, akár vagy olyan nemzetközi verseny, amint ti elindultatok és hasonló jellegű volt? Igen, a tavalyi nyírádi versenyen sikerült elindulnunk, akkor egy kölcsön kapott autóval, amit teljesen újjá kellett építenünk és fel kellett újítanunk. Nagyon-nagyon kis költségvetéssel indultunk, de úgy gondoltuk, hogy nagyon szép eredményt értünk el nemzetközi mezőnybe, mert a 85 indulóból a diákjaink a 12. helyen végeztek, és ezen felbuzdulva gondoltuk azt, hogy ez jó, ez érdekli a diákokat, érdekli az embereket, és tényleg munkára inspirálja őket, úgyhogy ezen felbuzdulva kezdtünk el egy saját autó építésében, aminek az eredményeit most láthatjátok. Valóban ez egy nagyon szép eredmény. Hányan dolgoztok most akkor ezen az autón, és hányan fogtok részt venni a versenyen? Igazából nagyon sokan elkezdtük csinálgatni, utána mi válogattuk ki, hogy ki az a kemény mag, aki tényleg hajlandó feláldozni a szabad idejét és mindenféle lehetőségét arra, hogy ebbe beszálljon. Én pontos számot nem tudok most mondani, hogy hányan dolgoztak rajta, nem szeretnék senkit megsérteni, de körülbelül 10-15 ember az, aki produktíve részt vett ebbe a munkába. A versenyen a sofőrök kiválogatása folyamatban van, a szerelői csapat felállt hétfővel, és úgy gondolom, hogy 5 sofőrünk lesz, akik végig fogják nyomni a 24 órát. Ez nagyon izgalmas versenynek hangzik, és mondtad, hogy veszélyes is a pálya. Hogyan lehet erre igazából felkészülni jól, úgyhogy ilyen szép eredményt érjetek el, mint mondjuk tavaly? Az autó felkészítése az, ami rengeteg munkát adott számunkra. Itt a bukócső keret elkészítése, versenyövek, versenyülések, és minden olyan biztonsági berendezések, amikkel a diákokat biztonságba tudhatjuk. Ezek voltak a legköltségesebb beruházások, ezzel ment el a legtöbb idő, de igazából úgy gondolom, hogy ezt a problémát abszolváltuk. Mit tudtok az idei vetélytársakról? Honnan érkeznek, hányan lesznek, és nagyjából hova satszolnád most a csapatot? Hol fogtok végezni? Én úgy gondolom, hogy a tavalyi eredményünkön felbuzdulva nagyon sokan jelezték, hogy szeretnének ezen elindulni. Kaptam olyan információkat, hogy környékbeli vállalkozók autót építenek, főiskola autót épít, privát csapatok autót építenek, de igazából nagyon sokan a koronavírus helyzet miatt visszamondták ezt a nevezést. Nemzetközi verseny révén én úgy gondolom, hogy akikkel meg kell méretnünk magunkat, azok az osztrák és a német ajkú versenyzők.
És mit gondolsz, hol fogtok idén végezni? Igazából én úgy gondolom, hogy az autó az egy nagyon, nagyon jó alap, tehát szerintem nagyon jól sikerült, bár ismételten a vírus helyzete való hivatkozással nem sikerült még annyit tesztelnünk, mint mondjuk a tavalyi versenyen. Sofőrjeink nagyon jók, úgy gondolom, hogyha nem kerül porszem a gépezetbe, akkor akár szerintem még dobogós helyen is végezhetünk. A hangja az már tényleg olyan, mint egy tuning autónak, úgyhogy én most nagyon bátor leszek, és ki is próbálom. És hogy fogom bezárni? Jaj! Hogy kell bezárni? Nincs biztonsági! Hova? Hova kapaszkodjak? A csőbe! A csőbe! Jaj, Istenem! Nyomom a féket közben! Innen is szurkolunk a Bánkis csapatnak, hogy jó eredményt érjenek el, a pasis téma után pedig következzen egy igazán csajos, méghozzá a sminkelés, de a beszélgetés végén talán az erősebbik nemnek is adunk jó tanácsokat a közelgő Halloweenra. Vendégünk pedig Sőrésné Erika sminkes, szeretettel köszöntelek a Weekend című műsorban. Szia, üdvözlök! De egy jó smink az egy esztétikai élményszerzés, akárhogy is nézzük, de ahhoz, hogy egy gyönyörű smink jól álljon az arcunkhoz, fontos, hogy jó alapokkal rendelkezzünk. Így az évszakváltás során mire kell figyelnünk, hogy a hidegek hónapokban is az arcunk fel legyen készülve? Igen, így van természetesen. Az egyik legfontosabb az, hogy mindig hidratált bőre tesszük föl a sminkünket, az alapozónkat. Nagyon fontos, hogy megfelelő krémeket használjunk. A hidratált bőrön mutat legszebben a smink, ezt ugye mindig hangsúlyozom a vendégeimnek is. Ezért vannak ugye a krémek, vannak a nappali és az éjszakai krémek. A nappalit, az nem annyira zsíros, ezért az beszívja a bőrünk, az éjszakai a zsírosabb, és ugye éjszaka be tudja szépen dolgozni magát mélyebb rétegekbe, és reggel, ha felkelünk, akkor nem lesz annyira olyan száraz. Illetve még a bőrradírozás, azt nem szabad elhanyagolni, mert száraz bőrön mutat a legcsúnyábban az alapozó. És nagyon fontos, hogy nem szabad sok alapozót kenni az arcunkra. Most a divat is az lesz, hogy minimális fedése legyen az alapozónak. Ilyen elixírt szérumokat mikor tanácsos felhelyezni az arcunkra? Sminkelés előtt. Én sminkelés előtt szoktam, én van olyan, hogy a vendégeknek is, amíg beszélgetünk, fölkenem az arcára, és amíg beszélgetünk, az szépen beszívja a bőrébe, és aztán gyönyörű az alapozó. Ha az ember bemegy egy drogériába, vagy egy sminkes szaküzletbe, akkor annyi termékkel találkozik, hogy zavarba jön, hiszen már van primer, BB krém, CC krém, alapozó, bronzosító, és nem tudja az ember, hogy mit hova kell helyezni. Hogyha te adnál egy tanácsot, hogy ha valaki elmegy, akkor milyen szükséges dolgokat szerezzen be? Én azt hiszem, hogy a drogériákban vannak a megfelelő hölgyek, akik segítséget tudnak nyújtani a vásárló hölgyeknek, és megmondják, hogy mire van szükségük, melyik az a szín, ami illik a bőrükhöz. Az a jó, hogy ősszel, annyira szép még így kora ősszel a bőrünk, ugye a napbarnított szép bőrünk még mindig megmaradt, ezért nem muszáj ilyenkor még alapozót használni. Majd amikor jönnek a hidegek, akkor ajánlatos, de csak finoman és keveset. Az őszi sminktrendet is megígértük a nézőknek,
És ha az ember kimegy az erdőbe, akkor érzi, hogy az egész természet azt sugallja, hogy ezeket a színeket öltsük magunkra, burgondi, gyönyörű barnák, aranyak, tehát pompázik a természet ilyenkor, de nem mindenkinek állnak jól ezek a meleg színek, hiszen van, aki olyan tavasztípus, vagy világos típus, nekik mit ajánlasz? Hogyan tudják az ő színeit mégis valahogy becsempészni az arcukba? Én igazából mindig úgy választom ki a vendégeknek a megfelelő színt, ismerni kell a színskálát. A színskála az segít nekünk, hogy éppen milyen a szeme. Nem mindegy az, hogy barna-barna. Van hideg-barna szem, és van meleg-barna szem. Ugye mindig azt mondom, hogy a barna szemű hölgyeknek nagyon illik a kék szín, kiemeli. Igazából ez a fontos, hogy kiemeljük a szemének azt a szép színét. Úgyhogy ezt meg kell tanulni, hogyha a hölgyek úgy akarják, hogy eltanálni a nekik megfelelő színt. Akkor lehet otthon gyakorlatozni. Így van. Annyit tudni kell az őszről, hogy marad az arany, a ruhákban is ugyanúgy ősszel divat marad, a szemnek is a sminkbe megmarad az aranyszín. A tusvonalak megváltoznak, a klasszikus tusvonal el fog tűnni, a dús szempilla is el fog tűnni. Ezek a kis póklábacska féle szemspirálozás lesz a divat, és a padlizsán és a szilvakék színek nagyon divatosak lesznek szájon, de a piros még most se fog elmenni, ez is örök divat marad. Szilvakék száj, azt hiszem inkább meg kell keresni egy professzionális sminkest, hogy ezt kipróbálhassuk. Igen, de ilyenkor el szoktam mondani, hogy ezek inkább a fotózásokra, a hétköznapokban a piros rúst nyugodtan lehet használni a hölgyeknek, illetve a szájfény, az fog maradni divatban. A szájfénytől az ajkunk mindig dúsabbnak és hidratáltabbnak, mert a száj is csak akkor szép, hogyha hidratált. Úgyhogy a hölgyek nyugodtan merjék bevállalni ősszel és télen a piros rúst. No, akkor ezeket a jó tanácsokat köszönjük szépen. Nem sokára itt a Halloween, és gyönyörű sminkekben pompáznak a hölgyek, hiszen ezt az alkalmat ki lehet arra használni, hogy egy kicsit más mutassanak meg magukból. Ez egy picit olyan, mint a farsang, csak egy kicsit olyan borzongósabb, rémisztősebb jellegű. A tévénézők nem sokára fogják látni, hogy gyönyörű munkákat készítettél, a saját lányod is modellt állt neked, és ezek a sminkek már inkább eltolódnak a maszkmesterség irányában. Nem tudom, hogy ezeket a sminkeket hogyan készíted el, hiszen most, amit például látunk, egy ilyen fél arc jelenik meg, vagy hát egy borzongósabb smink. Ezeket te mennyi idő alatt készíted el? Hát egy óra, másfél óra. Körülbelül, hát itt használok latexet, ugye a műsebb elkészítésére, művért használok, itt ugye látszik is, hogy volt ez a Fűrész című filmből az úriember, és ő nyert is, aminek nagyon örültem egy ilyen versenyen. Hát vízfestékeket végül is használok, a művért tényleg az elmaradhatatlan kelléke az ilyen félelmetesebb sminkeknek. Ez például az utolsó, amit látunk, ez nekem kicsit ilyen Jennifer Lopez-es aranyszínbe pompázik, és ez nem is annyira ijesztő, hanem inkább ilyen elegáns, futurisztikus vonalat képvisel. Úgyhogy nagyon sok módon meg tudod magadat mutatni. Lenyűgözőek a munkáid. Köszönöm szépen, nagyon szeretem a munkámat, és én nagyon szeretem tanítani is a lányokat, akik szeretnek sminkesek lenni, mert azt hiszem, hogy valakinek majd vinni kell, a jó szakemberek maradjanak meg. Köszönjük szépen, hogy itt voltál nálunk, Erika. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, ha esetleg nincs ötletük, hogy ezeket vagy ehhez hasonló sminkeket hol tudnának megmutatni másoknak, akkor a következő beszélgetésnél figyeljenek, tuti tippeket adunk erre. Borzongás, Szafiház, töklámpás legendája. Egy izgalmas halloweeni program Nyíregyházán és Nyírgyulajban. Erről beszélgetünk a következő percekben Gönczi Juliannával. Szia, szeretettel köszöntelek! Üdvözlök! Ugye a Halloween az egy kelta ősi legenda, ami egy kicsit borzongást vált ki az emberből, de mára az amerikai kultúra valahogy fogyaszthatóbbá tette ezt a Halloween-t, és ugye amióta a gyerekek bekopognak, és azt kiabálják, hogy csokit vagy csalunk, és jelmezbe öltöznek, valahogy egy kicsit leszelidült ennek az egész népi hagyománynak a kultúrája. Most ti második alkalommal rendezitek meg a töklámpásoknak a fesztiválját, itt Nyírgyulajban és Nyíregyházán. Mi várható most? Mi volt tavaly körülbelül?
Maga az egyesület, a Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület székhelye egyébként Nyírgyulajban található, a Szafi Campingben, ami egy 2 hektáros területen helyezkedik el. Hát igazság szerint nagyon sok programot szoktunk szervezni, nyári táborokkal kezdtük, illetve Erzsébet táborral magát a rendezvényeket, illetve az ilyen szerveződési dolgokat. És tavaly volt az első ilyen megmozdulás a munkatársak által, hogy mi lenne, hogyha egy Halloween-t is megrendeznénk. És hát elég nagy siker lett belőle igazság szerint, mert közel 200 gyermek is felnőtt vett részt rajta. Úgyhogy hát ennek eredményeképpen most itt Nyíregyházán is szeretnénk ezt megszervezni. Az egyesületnek a tulajdonában lévő 300 négyzetméteres tehát új ingatlanba, ami a belvárosban található, a Szabolcs és a Malom utca sarkán, a régi nyomdában, itt rendezkedtünk be. Most nyáron indítottuk igazság szerint magát a házat Erzsébet táborokkal, ahol igazság szerint a járványhelyzetre való tekintettel nagy szükség volt most rá. Júniustól egészen augusztus végéig mentek a táboraink, és 250 gyerek fordult meg nálunk összesen. Tehát júniustól egészen augusztusig táboroztattuk a gyerekeket Erzsébet táborban, és közel 250 gyerek vett részt magán a táborokon. És mivel ilyen nagy sikernek örvend maga a nyíregyházi házunk is, ezért meg szeretnénk szervezni itt is a Halloween-t. Mi a különbség a két helyszín között? Úgy tudom, hogy hatalmas, talán 2 hektáron terül el Nyírgyulajban a... Igen, 2 hektár. Igazság szerint maga a nyíregyházi épületünkben ez egy beltéri lesz, és inkább a kisebbekre koncentrálunk, és lesz egy nagyon szép tündérkert is, lesz egy nagyon szép tündérkertünk is, amit saját kezüleg festettek a közel 20 fős, saját kezüleg festettek a munkatársaink, illetve lesz egy pókházunk, meg lesz egy rémes büfénk, ahol szafi szörnykoktél, illetve a rémségek forró csokija is elkészül majd. Izgalmasan hangzik, de ahogy itt olvastam, olyan is van a nagyoknak, hogy holtak padlása, kolostor, kedvencek temetője. Ezek mit rejtenek, ezek a fogalmak? Ki vehet egyáltalán részt? Hány éves kortól várjátok a kicsiket, nagyokat? A kedvencek temetőjébe a kicsiket is, vagyis a kicsiket is várjuk, mert itt híres színészek, híres embereknek a történetéből kell kitalálnia, hogy mit kit rejt éppen az a sír. És magát a padlást, azt inkább inkább a nagyobb gyermekeknek szeretnénk inkább szülői felügyelettel. A padláson mi lesz berendezve, hogy szülői felügyelet lehet csak? Hát igazság szerint nekem azt mondták, hogy nem mondhatom el. Egy kis titkot. Igen. Hát halottak lesznek mindenfelé, úgyhogy többet nem is szeretnék elárulni, viszont lent a kolostorunkban ördögűzés is megrendezésre kerül, úgyhogy oda tényleg csak a nagyon bátrakat várjuk. Illetve az épületben van egy gamer szobánk, ahol horror játékok is vannak VR kivitelben, úgyhogy esetleg a szülőket is várjuk, akik egy kicsit merészebbek. Értem, akkor izgalmas programoknak néztek elébe, bár én a gyerekek között inkább a félősebbek táborát erősítem, aki nem ennyire bevállalós, azok úgy tudom, hogy kézműves foglalkozáson is részt vehetnek, illetve arcfestésre is sor kerül, aki tehát nem annyira akar megdermedni a padláson vagy a kolostorban, az mire számíthat? Tökfaragásunk lesz, különböző ügyességi játékok, illetve kézkérdésekkel várjuk őket, úgyhogy tényleg a kicsiknek is lesz szórakozása lehetőségük, akik kicsit idősebbek. Mennyire tartjátok fontosnak, hogy jelmezben érkezzenek a gyerekek, felnőttek? Úgy tudom, hogy lesz valami jelmezverseny, de ez még nem teljesen publikus. Hát igazság szerint Nyírgyulajba tervezük a jelmezversenyt, úgyhogy minden érdeklődőt nagy szeretettel várunk Nyírgyulajban. Annyi, hogy a nyírgyulai helyszín egy picit rémesebb lesz a helyzet, és a benti részen a kicsiknek is szolgáltatunk majd különböző arcfestést, ugyanitt és tökfaragást, illetve büfét üzemeltetünk, viszont a kinti helyszíneken lesz elmegyógyintézet, illetve Ted Bundy utolsó percei, ugyanígy lent a pincében, mivel hogy a kempingnél is található egy pincerész. Ugyanígy meg lesz rendezve egy holtak sétánya,
Úgyhogy elég sok rémségre számíthatnak a fiatalok. Hogyha a szülők nem akarnak elmegyógyintézetbe kikötni az őszi szünetben, akkor úgy tudom, hogy a Szafi ház várja az érdeklődőket, és az őszi szünet kapcsán el lehet vinni a gyerkőcöket, napi programok várnak. Esetleg még erről pár szót, hogyha mondanál, akkor ezt megköszönnénk. Igen, tervezünk őszi tábort is a Szafi házban, mivel hogy az őszi szünetben sok szülő dolgozik, és gyerekfelügyeletre is beadhatják a gyerekeket. Fél hatig várjuk őket, nagyon nagy szeretettel, tehát fél hatig van a gyerekfelügyelet reggel 7-től, úgyhogy különböző programokkal, gamerszobával, játszóházzal várjuk őket, kézműves programokkal. Köszönöm szépen, Julianna, hogy itt voltál nálunk, és megosztottad velünk ezeket a program lehetőségeket. Biztos vagyok benne, hogy a nézők is ellátogatnak hozzátok. Kedves nézőink, a halloweeni program előtt érdemes lehet megnézni néhány gyönyörű festményt. Erre kiváló helyszín a nyíregyházi Kálai Ház, ahol Dépap Sándornak nyílt nemrég kiállítása. Szürke falak, de nagyon színes képek láthatók most itt rajta, egy különleges festőművésznek a kiállítása. Miért pont ezt szerveztétek meg most, és hogyan zajlott ennek a szervezése? Hát tulajdonképpen ezelőtt, hát egy jó 8 évvel, 10 évvel már Dépap Sándornak volt egy kiállítása a régi Kálai gyűjteménybe. Mi nagyon régóta ismerjük egymást, mondhatom 30 éve, és barátként Kezel Sanyi bácsi, és ez megtisztelő számomra. Jött az ötlet, hogy az új Kálaiba én egyszer mondtam, hogy ha átköltözünk, akkor én szeretném, hogy neki egy új kiállítása legyen itt. És jött az apropó, hogy 70 éves, fiával felvettem a kapcsolatot, és egy ilyen meglepetés jelleggel indult a dolog, de be kellett vonnunk az alkotót is, és most itt vagyunk ezen a gyönyörű szép kiállításon. A képeknek a kiválasztása az teljesen a művész feladata volt, vagy azért valamilyen iránymutatást adtatok neki ezzel kapcsolatban? Nem, ebben beleszólás nem is lehetett volna részünkről, ezt teljesen a művészre bíztuk. Tulajdonképpen ő, mint hogy mondta, hogy Erdélyből sok ikletet merített, rengeteg a tájkép, gyönyörűek, de teljesen rá volt bízva, ő választotta ki, mi csak a darabszámot határoztuk meg, hogy látványosan, de ízlésesen legyenek feltéve a festmények. Milyen stílusban készültek ezek a képek? Igen. Hát a stílus attól függ, melyik képet nézzük, mert ugye vannak benne realista stílusú képek, meg egy kicsit hajlik az impressionizmusban. Tehát gyakorlatilag, hát én mondanék egy Picasso idézetet ide. A festészet az egy nagy hazugság, ami sikerül segít elhitetni a valóságot. Tehát gyakorlatilag, hogy a közelről megnézzük ezeket a képeket, akkor egy csomó színes foltot látunk. Ezért hajlik egy kicsit az impressionizmusba. Viszont ha messzire elmegyünk, akkor meg egy teljes valóságot látunk. Tehát a hazugság elmélet az meg van valósítva. Tehát ez a két stílus, viszont hát ugye a fotorealista stílussal kezdtem, amiről beszéltem, a virágportré. Na, azok viszont úgy vannak kidolgozva, hogy abszolút, mintha fotó lenne, tehát az közelről is ugyanazt mutatja, mint távolról. És egész életemben szerettem ugye a kubista, expresszionista, tehát ilyen érthetetlen stílusokat, amire azt mondják az emberek, hogy egy krikszkaksz. És én ebből próbáltam kifejleszteni egy olyan stílust, ahova talán tartozom, az outside art. Tehát az a kívülálló. Az azt jelenti, hogy ebben minden van. Van benne realista is, van benne kubizmus is, van benne expresszionizmus is, neo-expresszionizmus. Tehát minden bele tartozik, de hát én úgy szoktam hívni nagy szerényemnek, hogy Dépap art stíl. Szóval... hát igen, ez talán nekem egy stílusom, az outside arton belül. De talán pont ez az érthetetlen stílus az, ami ide vonza a közönség egyik felét, a másik felét meg ugye a realista képábrázolás. Nagyon sok erdélyi képet látunk itt. Miért pont Erdély? Hát én nagyon nagy magyar vagyok, szóval én tőlem nagyon magyar, nem is tudom, aki van, az már festi magát. Én nagyon szeretem az erdélyi embereket.
Én nagyon sokat jártam életem folyamán Erdélybe, barátaim vannak kint, nyílt szívű, őszinte, igazi magyar emberek. Azt meg nagyon utálom, amikor a határon megkérdi a román határa, hogy hova megyek. Hát én azt szoktam mondani, hogy tovább Magyarországon, de nem tetszik neki. Tehát a szívem csücske Erdély, de valóban, ha nem volt még Erdélybe valaki, én mindenkinek azt tanácsolom, hogy menjen, nézze meg Erdélyt, mert ott elgondolkozik, hogy vajon az igazi Magyarország az hol van. Most Erdély az igazi Magyarország? Vagy Magyarország az igazi Magyarország? Szóval ezt meg kell mutatni, mert voltam, találkoztam már olyan fiatal, aki megkérdeztem tőle, hogy Erdélybe voltál már, azt mondják, minek menjek Romániába. Na hát ez aztán, na azért festem Erdélyt. Én azt gondolom, hogy ezek az erdélyi képek abszolút visszaadják azt az érzést, amit egy ilyen művész ezekkel mutatni szeretne. Mennyire volt nehéz kiválogatni a képeket ehhez a kiállításhoz, hogy valóban mindent meg tudjon mutatni? Hát, elég nehéz volt, mert ugye a kiállítás címét nem én adtam, tehát 70 év, 70 csoda. Na most ebből azt kellett volna kihozni, hogy 70 darab képet kellett volna kiállítani, és egész kölyökkoromtól kezdve, kis kölyökkoromban is már rajzolgattam, meg vannak rajzaim, onnan kezdve a mai napig. Na de hát, amikor azt mondják az embernek, hogy 30-35 kép, akkor mit csinálják, hozzak 35 képet, amelyik mindegyik különbözik? Tehát gyakorlatilag én azt úgy gondoltam, hogy azt a részt fogom behatárolni, amikor abba hagytam a festészetet, megcsináltam a céget, és amikor újraindítottam. Hát az újraindítás az Erdélyen sikerült, de van magyar táj benne, hát ott van a szamospart, két szamosparti részlet, úgyhogy hát ennyit mondok erről. Azt összeszámolta-e, hogy az elmúlt évek, évtizedek alatt hány festményt készített? Nem tudom. 1520 valamennyiig írtam. De nem tudom tovább. Nem tudom, fogalmam sincs. Most is van olyan, hogy elmegyek valahol, és ott figyeg a falon a képem. Mondom, hát ezt honnan szedtétek? Hát ez az én képem. Hát nem emlékszel, hogy hát jó. De nem tudom pontosan, nem tudom. Biztos van 2000, vagy lehet, hogy csak 1522. Nem tudom. Meddig látható itt ez a kiállítás, és mik a következő tervek még? December 31-ig tervezzük ezt a kiállítást bemutatni a nagyközönségnek, és november 29-én advent első vasárnapjától a város támogatásával egy, azt mondom, hogy fantasztikus kültéri látványosságokkal, karácsonyi látványosságokkal fog működni a Kállai gyűjtemény. Nem szeretném előre lelőni a poént, de gyereknek, felnőttnek azt mondom, hogy igen, látványos, kellemes, Kállai gyűjteményes estét, napokat fogunk okozni. Tervezzük azt, hogy minden hétvégére, vagy szombatra, vagy vasárnapra valamilyen külön programot, ezt is avariszt inkább a kültéren szeretném megvalósítani, hogy ezzel is a Kállai gyűjtemény állandó időszaki kiállítása mellett azért feldobjuk, meg egy kicsi még ünnepélyesebbé tegyük a karácsonyi várakozást. Kedves nézőink, ismét elérkeztünk a víkend végéhez, mára elköszönünk, tartsanak velünk jövő héten is ugyanebben az időben, amikor talán még egy kicsit halloweenezünk majd, hogy hogyan azt egyenlőre maradjon titok. Én kellemes hétvégét kívánok kollégáim nevében is, viszontlátásra!